komoly legyek, vagy komolytalan. Szőlőt és gyümölcsfákat metsző embereket, férfiakat és nőket már kisgyerekkoromban láttam, de ezt a különleges mesterséget talán 10-12 éves koromban sajátítottam el, amikor apám egy szőlőtőke mellé állított, és azt mondta, hogy most tessék megmetszeni úgy, hogy egy vödör szőlő teremjen rajta. Később bebizonyosodott az, hogy amit gyerekkoromban megtanultam, azt egész életemben hasznosítani tudom, annak érdekében, hogy nekem, meg a házi kertek tulajdonosainak több, jobb, frissebb, egészségesebb gyümölcsben legyen részük. Hatezer négyzetméteres terület, csupa gyümölcsös az egész. A bejárat mellett van egy kis rész, ott etetem a macskákat, de csak ritkán, hogy elég éhesek legyenek, és egyék itt a mezei egereket. Korábban dolgoztam állami gazdaságban, ahol kellett megtanítani embereket metszeni, mert kevés volt az idő, és sok volt a munka. Az építőbrigádot is megtanítottuk metszeni. Ezt azért mondom el, mert viszonylag könnyen, alapos biológiai tudás nélkül is meg lehet tanulni a metszést, csak követni kell a megfelelő jó tanácsokat. Utána később aztán az nehezebb volt, amikor 25 évig tanítottam egy kertészeti iskolában, ahol a gyerekeket nem nagyon érdekelte a metszés, kivéve néhányat, akik aztán tényleg jól megtanultak. Az is igaz, hogy később, a végzés után többen újra kezdték ezt a dolgot, mert rájöttek, hogy milyen szép, milyen kellemes dolog egy kertet művelni, és gyümölcsfákat nevelni, saját munkájának eredményét látja, hogy fejlődik, kibontakozik, és gyümölcsöt terem. Telek szomszédaim, akik tudomást szereztek róla, hogy hol dolgozom, kertészetben dolgozom és kertészkedem, ők már a termőkorú fák metszésénél is kérnek segítséget tavaszonként. Hát elsősorban az iskolában, tehát az egyetemi tanulmányaim során tanultam a metszést, de emellett van nekünk egy hobbi telkünk, amit édesanyámék vásároltak még ott, és elég sok gyümölcsfa van, tehát ezek telepítésekor is tanulgattam, és a termőkori metszést is én végzem a, úgymond a családi telkem. Hát a vásárlókat itt a helyszínen, ugye a korona alakító metszés első lépéseire tudjuk megtanítani, akár úgy, hogy elmondjuk, illetve meg is mutatjuk ezeken az alanyokon. Természetesen akkor, hogyha az idő megengedi, tehát ha megfelelő időben vásárolják ezeket az oltványokat. Tíz éves koromban kezdtek tanítani metszeni, leginkább az apám vitt magával olyan illusztris társaságban, mint Tomcsányi Pál, későbbi akadémikus, Peregi Sándor, későbbi tanszékvezető a Kertészeti Egyetemen. Számomra óriási megtiszteltetés volt, hogy 10 évesen már ott lábatlankadhatok közöttük egy metszólóval, és azt hiszem, hogy sok mindent megtanultam. Később középiskolás koromban ilyen szakirányra jártam, Sasadtéhezbe jártunk gyakorlatra, elvégeztem a Kertészeti Egyetemet, és bizony én is hosszú éveket lehúztam állami gazdaságban és gyümölcstermesztési kutatóintézetben, minden nap a kezemben volt a metszólló. Hosszú életem során aztán alkalmam volt sokszor tanítani az embereket, fiatalabbakat és idősebbeket is a metszés tudományára. Az a tapasztalatom, hogy az emberek bátran kezükbe vehetik a metszőollót, és amit tőlem tanultak, ők is továbbadhatják a fiatalabbaknak is, az utódaiknak.